Hívjuk segítségül az Úr nevét. Ami segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól és ami Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, Istennek és a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg Istennek ígéjét. A Pál apostol Róma beliekhez írt levele, 12. részének első két verséből. Hogy miképpen szól hozzánk az Úr, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele, 12. részének első két verséből felolvasom, hallgassátok meg figyelemmel és alázatos lélekkel. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy vizsgáljátok meg, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Drága testvéreim, ünnepre, konferenciára összesereglett gyülekezet. Óriási megtiszteltetésnek tartom, hogy ezt az ünnepi alkalmat magam nyithatom meg, vezethetem be Istennek az élő igéjével, és egyben hozzom Erdély gyülekezeteimnek, Felenyednek és Torockó Szentgyörgynek szívélyes üdvözletét és áldás kívánását, úgy erre a mai napra, mai alkalomra, mint testvérgyülekezeteinknek az életére és szolgálatára. Reformációi gondolatokkal szeretném kezdeni, megnyitni ezt a mai alkalmat, emlékkonferenciát, és ezért is hangzik a textusunk, az alapígénk a Róma beliekhez írt leveléből Pál apostolnak, hiszen, hadd mondjam azt, ez volt az a gyújtó szikra, amely elindította Luther Mártonban is a reformáció szükségét, a valós szükségének a gondolatát. Az alapvető reformációi tételek mellett ez az alapíge is, a felolvasott részlet is, úgy érzem, hogy nagyon mély reformációi gondolatokat tartalmaz, változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Megváltozás és megújulás mindenképpen úgy érzem, hogy nagyon is hozzátartozik a reformációnak a lényegéhez. És valahogy ezt keressük minden reformációban, a megújulásnak a lehetőségét. Azt, hogy visszatérjünk a gyökerekhez, hogy visszatérjünk a szentírási alapokhoz, de talán egyszerűbben fogalmazva, hogy visszatérjünk Krisztushoz. De hadd nézzük meg azt, hogy mit is tár elénk ez a mai ige,
Hiszen az a legfontosabb, hogy azt hűen, hogy azt elváltozások nélkül közöljük, és megjegyzem, hogy itt nem a téma diktálja azt, hogy miről is kell beszélnünk, nem is az, hogy a reformátorok munkásságához, vagy akár a mai konferenciához egyféle mottót, vezérgondolatot keressünk, nem a Szentírás önmagát magyarázza, és nekünk hagynunk kell azt, testvéreim, hogy az Isten ígéje irányítsa a mi gondolatainkat. Mert tulajdonképpen a reformáció sem tett egyebet, mint azt, hogy az Isten ígéjének utat nyitott. Mert a reformációban maga Isten cselekedett, és ő cselekszik ma is, aki érvényesíti a maga szavát, érvényesíti a maga akaratát egyben. Pál apostolnak ezen szavai, amelyek Rómába irányultak, ahonnan mondjam azt, az evangélium behálozta egész Európát és az egész világot. Ezek a szavai az okos, helyes istentiszteletről beszélnek. Mert tulajdonképpen erről kell nekünk is egyféleképpen beszélnünk, hogy hogyan kell helyesen tisztelnünk Istent. És ebből adódtak ugye a konfliktusok is évszázadokon keresztül, felekezetek között, egyházak között, és gyakran szakították darabjaira az egyház testét. Nem közömbös dolog tehát az, hogy hogyan, miképpen kell helyesen tisztelnünk és imádnunk a mi Istenünket. Mit mond az apostol? Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek tetsző áldozatul. Igen, mert azt kell mindenek előtt megértenie minden kereszténynek, hogy tulajdonképpen a keresztény élet, szolgálat, és azon belül az Isten tisztelet nem más, mint áldozat. És igen, jól értettük, hogy áldozat. Talán egy kicsit a mai társadalmunk, talán még maga az egyház is egy kicsit elidegenedett ettől a szótól, hogy áldozat. Talán egyrészt azért, mert az ószövetségi áldozat fogalmát, amikor az Isten tisztelet középpontjában az áldozat volt, azt ugye hát átvette a Krisztus evangéliuma. A Krisztus áldozatáról szóló evangélium és annak a hírüladása. És ha nem ez áll, és az erre mutató sákramentum áll az Isten tiszteletünk középpontjában, akkor valami elhibázott. De tévednénk akkor is, hogyha azt hinnénk, hogy áldozatra és áldozatkészségre nincsen szükségünk. Pál nagyon tisztán és érthetően fogalmaz itt ebben az igében, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ha én keresztjén vagyok, azaz Krisztusnak a követője vagyok, akkor Jézus áldozata is követendő példa az én számomra. És ez most valahogy a böjtfő és húsvét közötti időszakban sokkal nagyobb hangsúllyal bír. Keresztjénnek lenni többek közt azt jelenti, a heidelbergi káténk tanúsága szerint is, hogy az ő nevét, azaz Krisztus nevét valljam, és magamat neki élő hála áldozatul adjam. Milyen áldozatról van szó tulajdonképpen? Természetesen nem csak az életnek a feláldozására kell itt gondolnunk, hanem az ígénk tulajdonképpen
arról az áldozatról beszél, ami mindennapos velejárója kell, hogy legyen a mi keresztény életünknek. És sokszor ez tűnik nehezebbnek, mert talán könnyebb volna egy-egy bátor tettel pillanatnyilag odaáldoznunk az életünket, mint hogy életünk minden napján áldozatkészen tudjuk a mi életünket felajánlani Istennek a szolgálatára. Élő, szent és Istennek tetsző áldozatról hallunk. És az élő nem csak arra vonatkozik, hogy életben maradva adjam magam áldozatul Istennek, hanem arra, hogy áldozatkészségem minden időben, nap mint nap élő, azaz életképes áldozatkészség legyen. Nap mint nap készen álljak áldozathozatalra. Készen álljak arra, hogy áldozatot vállaljak Krisztusért és az ő anyaszent egyházáért, és Istennek tetsző szent életet éljek, ami már is arról beszél, hogy nem a világhoz kell igazodnom, mert mi nem azzal a mércével mérünk, amivel a világ mér. Mert a szent az, ami az Istené, az, ami nem ebből a világból való. Nekünk a testi, földi életünket oda kell ajánlanunk, oda kell áldoznunk Isten céljaira. Tulajdonképpen ezzel folytatódik a következő vers, hogy ne szabjátok magatokat e világhoz. És én azt hiszem, hogy az egyházban mindig akkor jön a baj, amikor kezdi az egyház magát a világhoz szabni, amikor a világhoz kezdi igazítani magát, amikor elfelejti, hogy az egyház Krisztusnak a teste, és ezért nem uralkodnia kell, hanem Krisztushoz hasonlóan szolgálnia szeretetben és alázatosságban. És hányszor elfelejtette az egyház ezt a hivatását, jöhetne itt sok középkori példa, de nem elég nekünk a középkor egyházára visszatekintenünk és afelett bírálatot mondanunk. Nem elég az sem, hogy más egyházaknak a hibáit keressük és fogalmazzuk meg, hanem azt hiszem, hogy maga a reformációra való visszatekintés, emlékezés, és gondolom így az 500 éves évforduló közelében ez még inkább így van, hogy lehetőséget nyújt ez a mi számunkra, hogy mint református egyház, mint magyar református egyház, odaálljunk a tükör elé, és szembenézzünk önmagunkkal, megvizsgáljuk ige hirdetésünket, megvizsgáljuk a mi hivatásunkat, megvizsgáljuk személyiségünket, és megnézzük, hogy vajon krisztusi irányelvek vezetnek-e bennünket, vagy pedig mi is világi normákhoz szabjuk, igazítjuk a mi életünket. Mert ha a világhoz szabjuk magunkat, akkor mondhatni, hogy bajban vagyunk, akkor rossz úton járunk, és akkor talán nem kell csodálkoznunk azon, hogyha az egyházban is tapasztalható egyfajta elhidegülés. Az elvilágiasodás azt hiszem a veszte a jelenkori egyháznak, és itt most már nem csak kimondottan a reformáció egyházaira kell gondolnunk, mert miközben a világi politika mintájára gyakran egyházon belül is esszük egymást, miközben a modern életforma bálványának áldozunk és rohanunk olyan szappanbuborékok után, amelyekre azt mondjuk, hogy ez kell nekem, de valójában nincsen azoknak tartalmuk, amikor feladjuk azokat az értékeinket, amelyeket a mi őseink évszázadokon vagy ezredeken keresztül féltve őriztek, akkor
talán észre sem vesszük, hogy ez alatt az úgynevezett keresztény Európa feltelik idegenséggel, Krisztus nélküliséggel, és itt most nem feltétlenül a kívülről jövő idegenségre gondolok, hanem a bennünk lakozó idegenségre, ami sokkal nagyobb problémánk és gondunk nekünk, a bennünk jelentkező idegenség, mert lassan saját magunktól idegenedünk el. De hát úgy tűnik, hogy ugye, mint Európa, ezt akartuk, elege van volt Európának Krisztusból, egyházias életből, talán gyakran magának az egyháznak is elege volt hűséges szolgálatból, és akkor ezt nyerjük. Egy Krisztus nélküli világot, aminek már a látomása is borzalom. Vajon mikor ébredünk rá arra, hogy önmagunkat adtuk fel? Vajon mikor jövünk rá, hogy amink volt, legalábbis elméletileg a szeretetre, a kölcsönös megbecsülésre, az egészséges családra, a szorgalmas és becsületes életmódra épülő társadalom, az tulajdonképpen Krisztustól kapott ajándékunk volt. És hogyha egyszer már megtapasztaltuk a fényt, akkor vajon miért kell újra és újra visszatérnünk a sötétség fele? Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Változásról, de nem akármilyen változásról szól az igénk, hanem megújulásról. Mondhatnám így is, hogy újjászületésről. Egyfajta visszatérésről az eredeti alapokhoz, visszatérésről a gyökerekhez, visszatérésről Krisztushoz. Lehet, hogy arra gondolnánk, reformációra emlékezvén, hogy az egyházi struktúráknak kell megújulniok, és több lehetőséget megnyitniok az emberek számára. És ebben nagy igazság van. Lehet, hogy arra gondolnánk, hogy a tanításnak, az ige hirdetésnek kell megújulnia, és valahogy közvetlenebbül megszólítania a ma emberét. És ez is nagyon sok igazságot rejt. A mai ige azonban arra figyelmeztet, hogy elméteknek kell megújulnia. Gondolatvilágotoknak kell megtisztulnia és visszaigazodnia a Krisztus szívveréséhez. Értékrendeteknek kell helyreállnia és visszaigazodnia az egyetlen igaz mérőzsinórhoz. Vagyis ahhoz, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Igen, ez a reformációnak, a visszaalakulásnak, megújulásnak, vagy újjászületésnek a mérő zsinórja. Megvizsgálni, hogy mi az Isten akarata, és megvizsgálni azt, hogy mi hol tértünk el ettől az akarattól, hol deformálódott elménk, személyiségünk, életformánk, ige hirdetésünk, hivatásunk, hogy visszaterelhessük mindezt a maga helyes, vagyis Isten akaratának megfelelő medrébe. És én hiszem azt, hogy ez a mai alkalom, mai konferencia is egy bátor lépést tesz ennek érdekében, és segítni fog minket, hogy közelebb kerüljünk Isten akaratának megtalálásához. Amen. Imádkozzunk. Áldott Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálatelt szívvel köszönjük meg neked ezt a drága alkalmat, mert tudjuk azt, hogy
Nem csak a történelem adott pillanataiban, a múltban búzgott fel az éltető és élő ígéd, hanem hisszük, hogy ez ma is újra megtörténik. És a te ígéd mosásában a mi lelkünk is tisztul, és hisszük, hogy egyre közelebb kerülünk ahhoz az igazsághoz, amit a reformációban is feltártál elénk, és újabb és újabb reformációja lehet a mi életünknek. Kérünk, Urunk, hogy tekints reánk, és lásd meg a mi törekvésünket, amellyel keressük a te igazságodat, amellyel igyekszünk a te ígédhez szabni életünket, és nem a világhoz. Nem mindig sikerül ez, Atyánk. Látod, hogy mennyire gyengék a mi törekvéseink, próbálkozásaink, de ha mellénk állsz, hogyha adod a te szent lelkednek újjáteremtő erejét a mi szívünkbe, hogyha felmutatod számunkra is a szenvedő, de feltámadott Krisztust, akkor hisszük, hogy újra lángra lobban a te ígéd a mi szívünkben, akkor hisszük azt, hogy újra megindul az a törekvés, amellyel hozzád a te akaratodhoz kívánjuk szabni életünket. És nem elhagyva bennünket, összegyűjtöd, megerősíted a mi református anyaszentegyházunkat, ezt a szétszórt nyájat, hogy tégy bennünket a hit bátor harcosaivá. Így kérünk, Urunk, hogy nap mint nap megújítsd, megtisztítsd a mi életünket, a mi elménket, gondolatainkat, a mi érzésvilágunkat, de tisztítsd meg a mi szolgálatunkat, hivatástudatunkat, és tisztítsd, újítsd meg mindenképp az igehirdetésnek a szolgálatát, amely hisszük, hogy megtartásunknak, megmaradásunknak drága eszköze. Így áld és szenteld meg ezt a mai emlékkonferenciát is, hogy ebben is a te akaratodat keressük, kutassuk, és lelkesítsél fel bennünket, hogy mindenkor hűséges keresői maradjunk a te igazságaidnak. És nem csak az igazság keresői, hanem annak szeretetben való megélői is. Így segítsél bennünket, és áld meg a mai, holnapi napnak előadóit, ige hirdetőit, hallgatóit, hogy a lelki épülésnek, gazdagodásnak, erősödésnek drága alkalma legyen ez. Így maradj velünk, és így kapcsolj össze minket a szeretet köteléke által, és hitünknek a megrendíthetetlen bizonyosságai által, hogy valóban a megújulásnak, az újjászületésnek a lehetősége előttünk is megnyíljon. Jézusért kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat, és fogadd kegyelemmel ezt a mai összejövetelünket. Amen.
Mondjuk el együtt a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk az Úr áldását. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.